Államtitkár elhangzott, hogy a dolgozókat átképzéssel segítenék, és ugye egészségügyi dolgozóvá válhatnának. Ez egy lehetőség. Milyen alternatívák vannak még ennek, amit egy 200 embernek a továbbfoglalkoztatására jó. Nyilvánvalóan célszerű őket akár egyenként is megkérdezni, hogy mi az, amit hosszabb távon szeretnének magukkal kezdeni. Nekünk az a feladatunk, hogy mindenkinek, akinek csak tudunk, lehetőséget biztosítsunk. Ugye ezért jön ez a bizottság létre, amivel gyakorlatilag nem egy-két nap alatt, hanem hosszabb távon próbáljuk a problémát kezelni. Nyilván ugye az ápolási személyzetben egyáltalán a belépés feltétele sem egyszerű, ugye legtöbb esetben érettségihez van kötve az ápolási asszisztens például képzés, de vannak érettségizettek is a rendszerben, és ahogyan én információt szereztem, már jelentkeztek is többen ilyen jellegű képzésre, átképzésre. Természetesen van munkáltató, hál' Istennek Nyíregyháza térségében is több, aki már jelezte az érdeklődést, tehát egy 30-40 emberre azt tudom mondani, hogy már van igény, adott esetben közvetlenül, vagy adott esetben átképzéseken keresztül. Semmi akadálya nem lesz annak, hogyha Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkahelyi központ pénzparipát, fegyvert kér ahhoz, hogy az itteni dolgozótól minél nagyobb létszámban tudjanak elhelyezkedni, ezt mi meg fogjuk oldani. Ugye szóba jött itt korábban, amikor az elbocsátásokat bejelentették, a LEGO más olyan konkrét üzemtervet tud-e már, amely akár nekik, akár másoknak is munkáltathat? Hát csak annyit szeretnék mondani, hogy a legutóbbi időszakban, az idei évben több mint 700 új munkahely létesült a munkahelyteremtő pályázatok kapcsán, és ugye ezeknek azért nem csak közvetlen, hanem közvetett hatásai is vannak. És a következő hetekben is jó magam is fogok járni a megyében, amikor új munká lehetőségekről fogok tudni beszámolni. Tehát én azt gondolom, és sőt biztos vagyok benne, hogy azok az emberek, akik tudnak, akarnak és szeretnének dolgozni, azoknak mi alternatívát fogunk tudni biztosítani.